A distinguished member of the socialist group by the name of Juan de Dios Ramírez Heredia, who was a Heredia socialist, személyében a spanyol szocialista delegációnak is volt már korábban roma tagja, aki egyébként a spanyolországi roma érdekvédelmi szervezet elnöke is volt. Mindannyian tudjuk, hogy még sok tennivalónk van, hogyha Európa sokszínűségét tényleg megfelelően képviselni szeretnénk itt az Európai Parlamentben. Három felszólalót hallgattunk meg eddig, és most jön a kérdések és válaszok első köre. Először a koordinátoroknak adom meg a szót, mégpedig számbeli erejük szerint. Először az Európai Néppártnak adom meg a szót, illetve az ő koordinátoruknak, de annak érdekében, hogy minél többen tudjanak kérdezni, szeretném, hogyha megpróbálnának 2 percben kérdezni, hogy tényleg legyen idő. Mindenre Buzutil úr kap szót. Hangot köszönöm. A magyarországi helyzet, elnök úr, nagyon sok szenvedélyes indulatnak a tápot, ez érthető. Ám a legrosszabb, amit tehetünk, hogyha engedünk az indulatoknak, ahelyett, hogy észszerűen cselekednénk, és a tényekre támaszkodva elemeznénk a helyzetet. Hogy mondja be a néppárt értékelését a helyzetről? Először is támogatjuk azt a javaslatot, hogy szervezzük meg ezt az ülést, támogattuk ezt annak ellenére, hogy a magyar kormány, mint jól tudják, a néppárt tagja, mint a kormánypárt. Nem látunk semmi nehézséget abban, hogy együttműködjünk bármely kezdeményezés végrehajtásában annak érdekében, hogy az emberi jogok teljes mértékben érvényes Magyarországon és az EU bármely tagállamában. Másodszorban azonnal támogattuk, mindenféle habozás nélkül, az Európai Bizottság azon döntését, hogy jogsértési eljárás induljon Magyarország ellen azon 3 területtel kapcsolatban, amelyet az imént ismertettek, és várjuk ezen eljárások eredményét. Harmadsorban üdvözlők azt a világos nyilatkozatot, melyet a magyar hatóságok tettek, és a magyar miniszterelnök személyesen is az Európai Parlament plenáris ülésen, és amelyet most a miniszterelnök helyettes is megerősítette. Miszerint bármely olyan jogszabály, amely nem illeszkedik az uniós jogszabályokkal, módosításra kerül annak érdekében, hogy konform legyen azokkal. Bízunk abban, hogy a magyar hatóságok tartják ezt az ígéretüket és vállalásukat, hiszen láttuk tavaly is, hogy ígéretük megfelelően jártak el, amikor a médiatörvényt módosították az Európai Bizottság kérésére. Felhívjuk az Európai Bizottságot, hogy teljes mértékben vizsgáljon ki bármely aggályt, amelyet az alelnök említett, Magyarországon kapcsolatban is, meg az EU más tagállamával kapcsolatban is. Ám elnök úr, arra nincs okunk, hogy úgy gondoljuk, hogy az, ami Magyarországon történik, akár távolról is okot adhat a 7-es cikk szerinti eljárás elindítására, amely cikk az arról szól, hogy egy tagállam komolyan megsérti az Európai Unió értékeit, akkor indítható el. Erről távolról sincs szó. A Magyarország esetében akkor állna fenn ez a veszély, ha Magyarország nem vállalná, hogy módosítja az a jogszabályokat, amelyek nem uniós konformok. Magyarország ismételten vállalta ezen kötelezettségét, úgyhogy fenntartjuk álláspontunkat, egyrészt, másrészt elutasítjuk a politikai manipulációt és az elhamarkodott döntéseket, amelyeket azelőtt hoznának meg, mielőtt a vizsgálatok lezárulnak. Ez a szakbizottság és az Európai Parlament általában nem alakulhat egyfajta népbíróságá Magyarország ügyében, mert nem ez a feladata. A vádak és a túlzásokra alapozó ítélet nem helyén való, alássák a magyar állampolgárok bizalmát az Európai Uniós intézményekben, és akkor nem csodálkozhatunk abban, hogyha ezáltal nő az euroszkeptizmus a lakosság körében. Gönc képviselőasszony kap szót a szocialisták nevében. Magyarul és magyarul beszélnék, ha már Magyarországról beszélünk. És először is szeretném megköszönni Nelly Kroes biztosasszonynak, hogy személyesen itt van, és hogy ilyen elkötelezetten próbálja nem csak a törvények betűjét, hanem a szellemét is védeni.
És hadd mondjam el csalódásomat ezzel kapcsolatban, hogy Reding biztos asszony viszont nincsen itt, örülök, hogy itt van főigazgató asszony természetesen, de biztos asszony, akihez egyébként a kérdésnek a nagy része tartozik, nincs itt személyesen, talán majd lesz lehetőség rá, hogy konzultáljunk ezekről a kérdésekről. Azt hiszem, hogy a kulcskérdés ma az, hogy azon a szálon tovább tudunk-e menni, amit a bizottság elkezdett mondani, hogy az igazi kérdés a magyarországi demokrácia minősége, az igazi kérdés az, hogy a magyar kormány az a törvények betűjében alkalmazkodik csak az Európai Uniós értékekhez, szabályokhoz, vagy pedig szellemében is. Nyilván ez a nehezebben megfogható, de azt gondolom, hogy ez a ez az elsődleges probléma, és azt látjuk, hogy egy külsődleges alkalmazkodás van, lényegi alkalmazkodás nincs. Amikor Orbán Viktor itt volt a parlament plenáris ülésén, büszkén mondta el, hogy másfél év alatt, azt hiszem 360 valahány törvényt fogadtak el, átszabták az egész kormányzati rendszert, önkormányzati rendszert, oktatást, egészségügyet, mondhatom tovább a listát. Én azt gondolom, hogy ez demokratikus módon, ha valódi egyeztetés van, akkor nem tud megtörténni, és ezt látjuk, hogy csak ez a egyeztetésnek csak ez a módja működik. Itt lesz Makai Lajos, akihez majd lesz néhány kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy hogy van az, hogy ez egyetlen szervezet az, amely segít a törvények kidolgozásában, amelyet megbíz a kormány az egyeztetéssel, és közben pont a legfelsőbb bíróság nem tud arról, hogy bizonyos törvények készülnek, és ezek hogyan állnak, és nincs senki más partner ebben a történetben. De ugyanez igaz arra, hogy kiküldött a kormány 800 vagy 8 millió kérdőívet az alkotmány kapcsán, amiből visszajött közel 900 ezer valóban. De ebben olyan kérdések voltak, hogy az alkotmány védje a családot, a munkát, az otthont, a rendet, az egészséget. Soha nem láttuk ennek a feldolgozását, nem lehet tudni, hogy mi történt ezzel, többen kérték, hogy legyen transzparens. Néhány egészen konkrét kérdés részben Lőbáj főigazgató asszonyhoz említette, hogy az adatvédelmi hatóság függetlenségének kérdését veti fel az, hogy az ombudsmant elbocsájtották a saját ciklusának a közepén. Várja-e a bizottság a magyar kormánytól, hogy visszahelyezze hivatalába Jóri András, és visszaállítsa az adatvédelmi ombudsman hivatalát? Ugyanez igaz a legfelsőbb bíróság elnökére. Azt gondolom, hogy pontosan itt van az, ahol a magyar kormány szembe megy a törvény szellemével és a demokrácia szellemével. Utolsó pillanatban elfogadtak még mielőtt, már a bizottság óvása után, de azt hiszem, hogy december 30-án, 31-én néhány olyan törvényt, amivel fel lehetett számolni ezeket a egyébként függetlennek tekintett hivatalokat, és most már akkor azt reméli nyilván a magyar kormány, nem kell visszalépni. Hadd kérdezzem meg Navracsics miniszter urat, hogyha régóta kapcsolatban állnak a bizottsággal, akkor miért nem fogadták meg a bizottság kritikáját? A bizottság elnöke küldte el azt a levelet, miben kéri a magyar kormányt, hogy ne vigye tovább a parlamentbe, részben a Nemzeti Bankra vonatkozó törvényt, részben ezt a bizonyos stabilitási törvényt. Ha ilyen jó ez a párbeszéd, és ennyire kész a kormány arra, hogy meggyőzzék, akkor miért nem volt? Még egyetlen kérdés. Nagyon örülök, hogy az Alkotmánybíróságot ilyen nagy tiszteletben tartja a kormány. Akkor korlátozták az Alkotmánybíróságnak a kompetenciáját, mikor alkotmány ellenesnek tartott néhány első törvényt. Hogy van ez a kettő, hogy lehet összeegyeztetni? Köszönöm. Liberálisok nevében Weber asszony. Thank you very much. Köszönöm. Elnök úr, nem titok az, hogy már egy ideje az ALDE, a liberális frakció az Európai Parlamentben, azt kérte a parlamenttől, hogy indítson eljárást Magyarország ellen a 7-es cikk 1-es pontja alapján, az elkászerződés alapján. Úr és úr, azt hallom, hogy ez egy politikailag részrehajló indítvány, hogy meg kell várjuk az Európai Bizottság vizsgálatát, a szabálysértési eljárás lezárását, és lássuk Magyarország hogyan viselkedik. Hát hadd olvassam föl mindannyiunk számára, akik talán nem ismerik.
ezt a szöveget, beleértve talán Barroso elnököt is. Az Európai Bizottság a 7. cikkre vonatkozó nyilatkozatából 2003-as keltezésű anyag ez, amely az európai értékek, alapértékek tiszteletben tartásáról van szó. Ebben a nyilatkozatában a bizottság azt mondja, a 7. cikk hatája nem korlátozódik olyan területekre, amelyekre az Európai Unió sok szabályok terjednek ki. Ez azt jelenti, hogy az EU nem csak a közös értékek ezen korlátozott értelmezésének megsértésekor léphet fel, hanem akkor is, hogyha a tagállam autonóm módon jár el, és úgy sérti meg ezeket a szabályokat. Ezen túl azt is kimondja, azzal, hogy bevezettük a világos kockázat fogalmát, a szerződés 7. cikke eszközt ad arra, hogy figyelmeztetést fogalmazzunk meg egy szabálysértő tagállam felé, mielőtt a kockázat valóban megvalósulna. Ezáltal az intézményeket kötelezi arra, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjék a helyzetet, tekintettel a politikai, gazdasági környezetben fennálló kockázatra, bármely időszaknak megfelelően, amikor is a bármilyen veszély, például fajgyűlölő politika vagy egyéb veszély láthatóvá válik. Tehát azt kérjük, hogy a 7. cikk alapján tudnék az Európai Parlament kötelezettsége, hogy megvédje az Európai Unió alapjogait, azt kérem, hogy éljünk a 7. cikkkel. Maguk mögött kell hagyni ezt a nacionalista megközelítést, amelyet Európában egyre inkább terjedni látunk, miszerint egy ország teljes szuverenitást élvez a saját területén, azt tehet, amit akar. Ez nem jó jogfelfogás. Ha bármely tagállamban az Európai Unión belül valami baj van, az egész Európai Unióra hatással van. Ezért vagyunk itt most, azért, mert nagyon sok tény jogossá teszi azt, hogy rámutassunk arra, hogy a magyarországi helyzet határozottan nagyon aggályos. Köszönöm. Lunacek asszony, a zöldek részéről. Köszönöm, elnök asszony, elnök úr. A zöldek nevében először is Busuttil úrhoz fordulnék, aki a néppárt koordinátora ebben a szakbizottságban, és őt arra kérném, hogy hallgassuk meg azokat az embereket, akiket ide elhívtunk, és ne előlegezze már meg a döntését, mielőtt meghallgatta volna a vendégeinket. Egyébként az én frakcióm szintén a 7. cikk szerinti eljárás elindítását szeretné elérni. Busuttil úr, kérem, ne vonja már le eleve azt a konklúziót, hogy nincs szükség ilyen eljárásra, mert szerintem jobb lenne, ha a döntést a tények tények ismeretében hoznánk meg. Azért beszélünk most erről a témáról, mert az elmúlt másfél év történései komolyan aggasztanak bennünket. A médiatörvény csak egy nagyobb kép része. Sokan érezzük úgy Európában, hogy egy autokratikus rendszer épül ki Magyarországon, és egy ilyennek nincsen helye Európában. Hadd utaljak most valamire, amit a miniszterelnök helyettes úr mondott. Megköszönöm, hogy megismételte azt, hogy a kormánya elkötelezett a demokrácia mellett, és a fékek és ellensúlyok rendszere a miniszterelnök helyettes úr szerint nagyszerűen működik. Ugyanakkor nem tudtam nem megfigyelni azt, hogy önök nagyon másként beszélnek akkor, amikor Brüsszelben vagy Strasbourgban járnak, mint amikor otthon beszélnek. Éppen tegnap a miniszterelnök úr Egerben beszélt a központi politikai erőtérről, amely szerinte megvalósult, és előtte pedig Köcsén 2009-ben azt mondta, hogy az elkövetkezendő 15-20 évben a magyar politikának a dualista karaktere fog, illetve az elkövetkezendő 10 és 20 évben a magyar politikai rendszernek a dualista karakterét meg kell változtatni, és egy központi erőtér kell, hogy meghatározza az ország irányát.
Ezt mondta az ön miniszterelnöke Magyarországon. Itt pedig ön a fékekről és ellensúlyokról beszél. Hol vannak a fékek és az ellensúlyok? Ugyanez a kérdésem egyébként Löbály asszonyhoz és Cruz biztos asszonyhoz is. Fidesz, volt Fidesz tag lett a legfőbb államügyész, a bírói hivatal elnöke, a médiahatóság elnöke is Fideszhez kötődő személy, illetve ezeknek a hivataloknak megváltozott a jogköre. Erről szólna a fékek és egyensúlyok rendszere? Nem, Navracsics úr, a fékek és ellensúlyok arról szólnak, hogy ha egy kormánynak kétharmados többsége van a parlamentben, még akkor is szóba áll az ellenzékkel, akkor is szüksége van egy erős ellenzékre, médiapluralizmusra, hogy kifejeződhessenek az ellentétes vélemények, és a központi politikai erőtér az összeegyeztethetetlen a fékek és ellensúlyok rendszerével, és autokratikus irányba hat. Nem tudom, hogy hogyan mondhatja egyszerre azt, hogy fékek és ellensúlyok működnek Magyarországon akkor, amikor a Fidesz átrendezte hatalmi viszonyokat Magyarországon. Köszönöm. Köszönöm, elnökként kötelező, hogy felhívom a figyelmüket arra, hogy tartsák be az időkereteket. Hosszú nap ez, mögöttünk is, meg előttünk is. Sok programpont van még, nagyon sok vendéget kell meghallgassunk, hogy kifejthessék álláspontukat. És 6:30 van időnk erre a meghallgatásra. Tehát annál tovább nem. Ezért kérem, hogy mindenki segítsen abban, hogy tartjuk a menetrendet. Most pedig az Európai Konzervatív Reform Párt képviselője, McIntyre asszony kap szót. Többen is jelentkeztek. Lesz majd még következő kérdés forduló. Most azonban McIntyre asszony a szó. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Unió semmi nem lehet, hogyha nem a demokrácia fő védőereje. Frakcióm minden tagállam, minden nemzetállam függetlenségének híve, és minden demokratikus ország jogában hisz, hogy a saját alkotmányát létrehozza, és saját törvényeket hozzon. Ezt támogatjuk. Abban is hiszünk, hogy minden tagállam tiszteletbe kell tartsa az Európai Unió szerződésből eredő kötelezettségeit, olyan kérdések, mint Magyarország bíróságainak függetlenség, az ombudsmani hivatal, a média, sajtószabadság, rendkívül fontos érték, és minket aggályokkal tölt el, ha sérül. Ám frakció mindig kifejtette, hogy bármi értékelés és vizsgálat kiegyensúlyozott, méltányos módon kell megvalósuljon. Csak az együttműködés alapján tudjuk kielégítő módon rendezni a helyzetet. Ezért azt kérem, hogy Magyarországot semmiképpen sem ellenségként kezeljük, hanem a közösségünk tagjaként, amelyet meghallgatunk, és amelyet segítünk abban, hogy tudja tartani vállalásait. Ezért üdvözlöm a mai lehetőséget, nem csak azért, hogy a ház megfogalmazhassa aggályait, illetve támogatását, hanem meghallgatjuk az Európai Bizottságot, a szakértőket és a magyar kormány képviselőjét magát. A magasra szöknek az indulatok, amikor valaki számára fontos politikai értékekről folyik a vita. Hát mégis azt kérem, objektíven, hideg fejjel, kiegyensúlyozottan folytassuk le ezt az eszmecserét. Az Európai Bizottság meghatározta azokat a területeket, ahol az alkotmány módosítani kell, és most várjuk Magyarország válaszát, reméljük, lépéseit is látjuk majd. Ezt a folyamatot le kell zárjuk, mielőtt további döntéseket hozunk, illetve a parlament további döntéseket hoz. Bizonyal belátják, én új tagja vagyok ennek a háznak. Az elmúlt 6 évben viszont rendszeresen Budapesten dolgozhattam, a Duna Towerbeli irodámban ülve a Duna látképében gyönyörködve. Magyarország és a magyarok nagy híve lettem, és csodálattal néztem, hogy Magyarország hogyan fejlesztette ki és modernizálta magát, miközben megőrizte hagyományait is. Sajnos magyarul nem beszélek, egy szót tanul csak meg igazából. Köszönöm, köszönöm a miniszterelnöknek, és köszönöm az, hogy eljöttek, biztos asszony, miniszterelnök helyettes úr. Azt kérdezem önöktől, hogy milyen fokú együttműködés áll fenn önök között, és vajon a megértés erősödötte az önök tárgyalásai során. Köszönöm szépen, most pedig a GUE számára Verzsia asszony szólalhat fel.
Madame Verjat, 2 minutes, please. Excusez-moi, monsieur le président. Verjat, 2 percben. Elnézést kérek, elnök úr. Először is csatlakoznék a zöldekhez és a liberálisokhoz, mert mi is hiszünk a hetes cikk szerinti eljárás szükségességében. Nem akarom elismételni mindazt, ami már itt elhangzott, csak néhány példát villantanék fel, amely számomra problémát okozott. Először is a kisebbségvédelemről beszélnék, ez felvet néhány kérdést. Számomra úgy tűnik, hogy az új magyar alkotmányban a nemzet megfogalmazása, illetve meghatározása kisebbségi problémákat okozhat ebben a régióban, és azt gondolom, hogy ez veszélyeket rejt magában. Olvastam, bár bizonyára megalapozatlan, hogy hoztak bizonyos intézkedéseket, amelyek kriminalizálják azokat a személyeket, akik valójában, akiknek az egyszerű bűnük az, hogy szegények. Olyan személyekről van szó, akik nyilvánvalóan képtelenek megfizetni a bírságot, hajléktalanok, és ezért börtönbe kerülnek, mert nem tudják kifizetni a bírságot. Ez szerintem az európai értékek ellen hat, sőt, bátran merem mondani, az univerzális értékek ellen hat. Au rang de valeur constitutionnelle. Ezek az értékek, ezen kívül vannak bizonyos értékek, amelyek az alkotmányban is megfogalmazódnak. Én megértem azt, hogy vannak bizonyos politikai választások, amelyek egy alkotmányba bekerülhetnek, de én nem ítélem ide tartozónak a házasság megítélését például, tehát hogyha a házasságot férfi és nő kapcsolataként határozzák meg, akkor az számomra jogilag aggályosnak tűnik. Ugyanez a helyzet az abortusszal kapcsolatban is, amikor beleírják az alkotmányba, hogy a magzatnak élethez való joga van, akkor onnantól kezdve az abortusz lehetősége megkérdőjeleződik. Mindjárt befejezem, elnök úr. Így alakulnak át az Európai Unió értékei, úgymond keresztény értékekké, szorosan vett komoly keresztény értékekké, amelyek viszont nem felelnek meg azoknak az univerzális értékeknek, amelyek mellett mindannyian elkötelezettek vagyunk. Köszönöm. Borghezi úr kap szót az EFD nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Kroos biztosasszony nagyon részletesen mondta el gondolatait, álláspontját, és gyakorlatilag egy vádiratot fogalmazott meg a jelenlegi magyar kormánnyal szemben. Sok-sok kérdést vetett fel, részletkérdést is többek között. Alapelveket érintő kérdéseket is említett. Felvetődött bennem a kérdés, hogy az Európai Bizottság Törökország jelöltségének vizsgálatakor, ahol sokkal több ilyen kérdés van, és sokkal súlyosabbak az aggályok, ugyanilyen figyelemmel vizsgálta-e meg ezeket a kérdéseket. Della sua libertà il 15 marzo 1848, un paese che sventola appunto con la bandiera di libertà, e questo dovrebbe essere l'atteggiamento con cui noi laicamente esaminiamo la questione, che è molto importante. Nagy büszkeséggel ünnepelte meg, illetve említette il principio di sussidiarietà. Nemzeti ünnepét. Ha demokráciáról van szó, akkor a szubszidiaritásról is említést kell tenni. A médiából úgy értesültem, hogy a magyar kormány minden családot megkérdez, 12 évvel kapcsolatosan, mielőtt jogszabályokat alkot, talán az Európai Uniónak is ezt kellene tennie, vagy az Európai Unió sosem fogja ezt megtenni?
Hát ennyit a demokráciáról. Aztán ami a szubszidiaritás elvét illeti. Említésre került a szubszidiaritás elve a klubrádió ügyével kapcsolatosan. Úgy tűnik tehát, hogy jelenleg bírósági eljárás folyik az ügyben. A kérdés, hogy az ilyen kérdésekkel itt foglalkoznunk kell-e, hiszen egy adott tagállam szuverenitásába tartozik az ilyen ügyek kezelése. Mi a helyzet a szuverenitás megőrzésével, és összeegyeztethető ez az EU-s jogszabályokkal, hol vannak a határok? Egyetlen egy kétely van, vagy aggály, amelyről eddig nem esett szó, ez pedig a pénzügyi kérdésekkel függ össze. Magyarország megpróbálja gazdasági helyzetét stabilizálni, és nem akarja alávetni magát a nemzetközi pénzpiacok szigorú szabályainak. Előfordulhat, hogy ezáltal kevésbé szimpatikussá válik. Hárman. Sokan jelentkeztek a második fordulóra, ugyanakkor a pulpituson ülők háromig válaszolhatnak, és még több képviselő szerepel a kérdésfeltevők listáján, akkor NATO-ra követően. Ahhoz, hogy az időt be tudjuk tartani, azt szeretném javasolni, hogy úgy haladjunk, ahogy eddig beszéltünk, tehát először a biztosasszony és a miniszterelnök helyettes úr, ha nem ellenzi, akkor másfél percet kapnak a már listán szereplő képviselők, most lezárom a listát, eddig 80 jelentkeztek, és így egyfajta átfogó válaszkört tudunk adni, mielőtt a második panel elkezdi a hozzászólásait. Ha nem ellenzik, akkor így fogunk eljárni. Tehát egy második kérdés forduló következik, másfél percet kap mindenki, mielőtt szóra emelkedik valaki, gondolja végig, nézze meg a jegyzeteit, ne olvassa föl, hanem mondja a gondolatait, de másfél percben. Sokszor látom, hogy 2-3 percig olvassák fel a beszédeiket, úgy nem fog menni. Még egyszer mondom, tehát másfél perc. Járók asszonyi a szó először. Nagyon köszönöm, elnök úr, a szót. Köszönöm szépen, biztos asszony, a tájékoztatás. Egy-két dologra szeretném felhívni a figyelmét, és egy kérdést is feltenni. A kisebbségek védelme érdekében Magyarországon, ahogy most a helyzet áll, pár évvel ezelőtt, amikor rengeteg támadás érte, fizikai támadás a magyarországi romákat, nagy félelemben éltünk, és nagyon jól jöttek volna ezek a biztató és ellenőrző szavak akkor a bizottságtól 2-3 évvel ezelőtt, amikor paramilitáris grupok, csoportok félemlítették meg a magyarországi romáknak. Ennek a Fidesz kormány szerencsére útját állta avval, hogy Európában elsőként, és azt javaslom a többi tagállamnak is, egy olyan törvényt fogadott el, ami tiltja a különböző kisebbség és a magyar emberek megfélemlítését egyenruhában. És ez egy óriási eredmény, hisz amiről ma beszélünk a magyarországi romák megszólaltatása kapcsán, az éppen az, hogy milyen helyzetben vannak ma Magyarországon és Európa szerte. És hát azt szeretném az ön tudtára hozni, hogy rengeteg dolog változott az elmúlt 2 évben, pontosan ennek a magyarországi Fidesz kormánynak köszönhetőek, hisz ma egy európai roma stratégia nem védené azt a 40 millió legszegényebb embert Európában, akik már a gazdasági krízis előtt is nagyon rossz helyzetben voltak, most pedig a gazdasági krízissel nagyon romlott a helyzetük. Ez a stratégia, amit 27 tagállam írt alá, Magyarország terjesztett be, soha egyetlen kormány nem tudta volna végigvinni egyébként a tanácson. Ennek sikere egy lehetőség arra, hogy küzdjünk az ellen, az extrém cigányellenesség ellen, ami ma egész Európában egy óriási probléma, Németországtól kezdve Portugálián át minden egyes országban. Nem csak ilyen lépéseket tettünk alá, hanem sokkal komolyabbakat is, hogy az Európai Roma Stratégia egy gazdasági felendülés hozzon a romáknak, és azokat a csoportokat, akiket egymás ellen próbálnak állítani politikai pártok, pontosan a szegénység kapcsán, azoknak egy sokkal nagyobb védelmet adjunk, és nem csak a romákat, hanem a nem romákat is védjünk. Azért pontosan, hogy az extrém ötletek és nézetek ne kapjanak helyet ma Európában. Köszönöm. Try to help us out. I'm so sorry. Make questions. Mrs. Boscott, 1 minute and a half.
percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdést szeretnék feltenni. Mégpedig a magyar kormány miniszterelnök helyettesének. Úgy hallottam, úgy értesültem, hogy a mi kapcsolatunkat, illetve a magyar miniszterelnökkel úgy írják le, úgy jellemzik, hogy a magyar miniszterelnök úr győzelmet aratott felettünk. A magyar médiában ez valóban így hangzik el. Úgy tűnik, a magyar médiában nincs pluralizmus, nincs helye ellenkező véleményeknek, de egy demokráciában többféle hangnak is meg kell tudnia szólalni. Szükség van a hatalom ellensúlyára is. Az elmúlt évben rengeteg törvényt fogadtak el, a legtöbbjüket az év utolsó hónapjaiban. Mi a helyzet az ellenzékkel? A kollégáktól sokszor azt hallom, hogy Magyarországon az ellenzéket egyszerűen csak egy tehernek tekintik, noha az ellenzék a lakosság nagy részét képviseli, illetve egy jelentős részét, és aztán itt van az adatvédelem függetlenségének kérdése is, szükség van egy adatvédelmi biztosra. Van Magyarországon jelenleg egy adatvédelmi hatóság, kérdés, hogy független lesz-e ez a hatóság, ez is fontos kérdés. Köszönöm szépen, Michel úr. Perc, Michel úr. Köszönöm, elnök úr, nagyon gyorsan és összefogottan próbálok beszélni. Először is gratulálok Kroos asszonynak, hogy ilyen határozottan fogalmazott. Én is a néppárt koordinátorához fordulnék először. Kicsit meglepett és megdöbbentett, amit Buzotil úr mondott. Meglepett az, hogy ön és pártja, a néppárt banalizálják a magyarországi eseményeket, és megpróbálják banalizálni azt, amit úgy írhatunk le, mint a többség zsarnokságát, holott a demokrácia nem a többség zsarnokságáról van szó, nem a többség zsarnokságáról szól. Ez szerintem súlyos és helytelen. A harmadik megjegyzésem pedig az, hogy természetesen minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy a hetes cikk szerinti eljárást elindítsuk. Minden szempontból ennek eljött az ideje, ezt önök is tudják. Önök azt mondják, hogy nem súlyos a helyzet, önök azt mondják, hogy tele van jó szándékkal a kormány, de ezt nem tudom megérteni. Nem tudom megérteni, hogy önöket nem aggasztja a kormánynak a kettős beszéde. Amikor Orbán úr itt van, akkor nagyon felvilágosultan beszél, de máshol pedig máshogy beszél. Ez pedig nem ébreszt nagy reményeket a kormány szavahihetőségével kapcsolatban. Luhán képviselő másfél percben. Köszönöm szépen. Nagy érdeklődéssel hallgattam a magyar kormány miniszterelnök helyettesének az előadását, valamint az Európai Bizottság alelnökének előadását is. Nyilvánvaló, az emberek általában félnek a változásoktól, legyen szó gazdasági, társadalmi vagy más nemű változásokról, és a globalizáció idején változásokra mégis szükség van Magyarországon is. Az európai intézmények azt szeretnék, hogyha mindenütt betartanák az alapjogokat és az emberi jogokat, oly módon, ahogyan az Európai Unióról szóló szerződés második cikke meghatározza azokat. A nagy kérdés valójában az, hogy mi a helyzet a politikai érvek kapcsán? A realitások talaján szeretnék maradni, ezért azt szeretném kérdezni a miniszterelnök helyettes úrtól, hogy milyen kapcsolat áll fenn a kormány és az ellenzék között. Fontos, hogy világos képet tudjunk alkotni, fontos, hogy meg tudjuk érteni.
hogy mi lehet a forrása a kormány döntéseinek másodszor. A kormánynak mi volt a reakciója a vádakra? Nem ez az első alkalom, hogy ezek a vádak napirendre kerültek. A kérdés tehát az, hogy hogyan reagál a kormány az ellenzék vágyaira. Tervasszony, köszönöm. Biztos asszony, miniszterelnök helyettes. Beszéltünk a bíróságokról, meg a biztosról. Én egy témát, másik témát vetnék fel, amely szintén nagyon nehéznek tűnik Magyarországok kapcsolatban, ez pedig a menekült jogot kérők helyzete. Az ENSZ menekült ügyi biztonsága szerint meg a megállapítást nyert, hogy családok, kiskorúak vannak letartóztatásban. 2010. december óta egy új menedékjogi rendszer van Magyarországon, ám továbbra is tömeges emberi jogsértések történnek ezen híradások szerint. Kérdésem ezzel kapcsolatban. Én német vagyok, és nekem Magyarország olyan országként szerepelt a tudatomban, amely menedéket nyújt a menekülőknek. Remélem, hogy Magyarország visszatér erre az útra. Most felteszem a kérdést, hogy önök, a magyar kormány, illetve az Európai Bizottság a menekült jogi helyzetet hogyan látja Magyarországra, és vajon végrehajtják azok az intézkedéseket, amelyek érvényben vannak? Köszönöm szépen, Sógor úr, másfél percben. Thank you, Chair. I will speak in Hungarian. Köszönöm, elnök úr, magyarul beszélek. A szocialista és liberális kollégáim bírálatát, sőt, egyenesen azt mondom, hogy nevetséges és komolytalan, mert amikor 2006-ban agyba főbe verték a magyar polgárokat Magyarországon, egyik szocialista meg liberális kollega sem tiltakozott. És elnézést kérek Navracsics miniszter úrtól, hogy megemlítem a klubrádiót, nem Magyarországon zártak be rádiót, hanem egy olyan európai tagállamban, ahol egy kisebbségeket sújtó nyelvtörvény, és nem említem meg az országot, aki nem tudja, kérdezzen meg, miatt zártok be egy angol nyelvű rádiót, ahol megfosztják a kisebbségeket az állampolgárságuktól, és önök halogatnak, kussolnak, meg sem említik ezt az országot. És sorolhatnám tovább, hogy amikor a szabad mozgás elvét sértette meg az ország, mely szomszédos ország köztársasági elnökét nem engedte be, akkor önök megint halogattak, úgyhogy én nem tudom komolyan venni az önök bírálatát, és én, mint kisebbségi, azt tudom mondani, hogy Magyarországon nagyon sok kisebbségivel találkozom, nem félnek és nem rettegnek, de félnek és rettegnek a kisebbségiek Magyarországgal, szomszédos országokban. De önök ezekről soha nem beszélnek. Köszönöm szépen!